húz el, és teszi középre a labdát, Lovrencsics érkezik, gól! A második percben Lovrencsics révén megvan a vezetés! Lovrencsics a csapatkapitány, álomkezdés! Hát nem 25 másodperc kellett, mint a Paks ellen, hanem egy jó 80. Lovrencsics bekerült, visszakerült a csapatba Botka helyére, aki egyébként nem játszott rosszul, amikor szerephez jutott. És a hosszú oldalról érkezve a hálóba tereli a labdát. Szenzációs. Tokmák ezúttal nem gólt lő, hanem előkészít, szépen emeli be, és a hosszú oldalon megelőzi a védőjét Lovrencsics. Nagyon jó a beadás, és pontos az érkezés. Orsics marad le. 1-0 a Ferencváros javára. Ott is van. Na most vigyázzunk. Petkovics készíti elő lövésre. Szép gurigázás, Dibusz. Orsics. Petkovics lépi át, Lovrencsics. Ott a gólhelyzet, Dibusz. Szépen szerzi meg Szomália a labdát. Tokmák így fölgyorsítana Uzuni két ember között. Meg is kapja a labdát. Nincs les. Uzuni, Livákovics. Nagyon kell figyelni. Dibusz. Tudja boxolni, és már talpon Dibusz Dénes. A labda meg megvan, vagy meg lehet. Így van, mi dobunk. Orsics. Orsics. Jó becsúszás, de még mindig ott lehet a lehetőség. És most szögletre pattan a labda. Boli elől. Sigér próbálja visszaszerezni. Lefordulnak azonban róla. És most jönnek 3-6-an is a horvátok. Petkovics. Nem ő a villámember, de ő az egyik legtechnikásabb. Petkovics. Lovrencsics. Vigyázni kell. Petkovics a 16-oson belül. Ad egy kötényt. Blazsicsnak Petkovics még mindig. Lepattan a lövés. Sigér. És most aztán elrúgni onnan. Szomáli azonban megszerzi a labdát. Fölösleges volt a csel, Petkovics. Petkovics pöccinti oda, Harakin ment. Stojanovics jobbra. Megint beszorulunk egy picit, Dibusz. Látványos öklözés. Megcsúszik a labda, óha. Uzuniról bepattan a mi kapunkba, 1-1. Ademi ünnepelteti magát. Szögletet követően Uzuni menteni akar, és róla becsorog. Itt Adeni megnyer egy légipárbajt, és igazából, legyünk őszinték, ott volt Uzuni, ha nincs ott, Orsics közvetlen közelről belőtte volna ott 99-essel. És akkor most a csere, jön Botka, méghozzá Lovrencsics helyére. Lovrencsics ezek szerint nem bírja tovább. 24 percet játszott Lovrencsics, Dibusz lesz a csapatkapitány. Tokmák, Csivics, el tud menni lendületből, Csivics. Uzuni irányába, Uzuni! Guardiol szerelt az utolsó pillanatban. De csak 3 horvát jött feljebb, Blazsics. Alá nyes a labdának, így lesz jó Bolinak. Boli lövi el messziről. Tokmák maga elé tudja engedni. Tokmák. Ott megy Csivics. És Csivics van olyan gyors, mint Stojanovics. Csivics. Csivics teszi középre. Guardiol. Csivicshez kanyarodik. Csivics. Nála marad. Csivics teszi középre, ott a gólhelyzet! Livákovics! Uzuni érkezett. Jönni kell vissza Stojanovicssal. Stojanovics. Jól oldja meg egyelőre, Mayer. Szabad terület előtte, üres a jobb oldal. Hosszú a labda átvétel, és egy nagyon szép sigérbecsúszás, Castrati. Uzuni, les határól indul, Uzuni a 16-oson belül hosszan veszi át.
Livákovics vetődött ki. Szomália, jó labdaszerzés, Tokmák, Tokmák, Tokmák nyes, nagyon mellé. Uzuni mehet, Uzuni, Livákovics jön. Előröp labdázta Livákovics. 47. perc. Boli az ötösön belül, Uzuni, betekeri középre, Sikér! Pedig milyen tisztán maradt ott. Haratin, Blazsic. Blazsic emel, Dilaver. Gulyák. Szomália mellett Stojanović elhozza. Stojanović, ez a csele is jó, Stojanović végig megy, Dibusz. Hátvédeik adogatnak, Ademi vissza, Dilaver. Ez itt elég nagy baj lesz így. Mellé. Húha. Castrati futott be. És akkor most lehet cserélni. Jön tehát a fiatal Jakic, méghozzá Lovro Majer helyett. Uzuni. Nincs magyar játékos, Csivics. Csivics, jaj, jaj. Négyen jönnek, vigyázni, vigyázni most. Dibusz visszamegy, Orsics a 16-osunkon belül. Orsics, megpattan szöglet. Most minden magyar a magyar 16-oson belül. Orsics. Elesik ott egy játékos. És aztán Szomália, Kovacevic. Uzuni. Uzuni tudja elvinni a labdát. Uzuni elviszi. 16-oson belülre ér. Uzuni lő. Gól! Gól! 2-1. Öngól után gól. Mirto Uzuni. 2-1. A Ferencváros javára. Egy kóbor labda. És megint a sebesség. 65. perc. Uzuni nem is vitte rá Livákovicsra, hanem higgadtan elgurította, még mielőtt a kapus kiindult volna. Itt a hiba, itt a tovább sodort labda Uzuni részéről. És ezzel, ha ő elindul, nem lehet utolérni. Dilaver megpróbálja, nem is kell, hogy a 16-oson belülre érjen. 17,5-18 méterről szépen bepasszolja a bal alsóba. Livákovics a másik irányba várja a lövést, ez pedig szépen ott a kapufa mellett. Megpihen a hálóban. 2-1. Jön Iszael, akinek nem idegen, hogy esetleg elől középen kell játszani a labdákat, meg tudja tartani. Petkovics. Petkovics. Petkovics nyes alá. Jó fejes Blazsicstól. Kovacevic nagyon-nagyon okosan oldalra, aztán kap egyet a lábára. Nem fúj a játékvezető, úgy veszi észre, hogy sima görcs lehet ez csak. Szomália. És csere tehát. Gulyák jön le. Jó helyére jön tehát Mario Gavranovic. És Orsics. Aki nem folytatja, Luka Ivanušec. Most jön a csere. Második cseréje sérülés miatt a Ferencvárosnak, ugye Lovrencsics Botka, illetve Kovacevic Frimpong. Jakic. Indítás. Frimpong. Bele tudott lépni. Stojanović. Castrati. Castrati középre. Veszélyes. Szomália figyel Petkovicsra, Dibusz, megvan. Stojanović, Tokmák is visszaért, aki eléggé elfáradt, Frimpong, Csivics, Szomália, Stojanović, Petkovics, Castrati. Castrati elmegy, Petkovics, 16-oson belül, Petkovics, el onnan, Blazsic.
percen belül járunk. Jakic lecsúszik a lábáról. Dibusz. Ez a miénk lesz. Blažić. Ki a szélre. Botka, és be lehet tenni középre. Tokmák. Les. Castrati. Befelé húz egyelőre. Castrati. Castrati még. És így lett sajnos gólhelyzet. Dibusz. Nagyon nagy védés. Második lövés fölé. Gavranovic másodszorra már felszabadít. Fölrúgni Izael felé, így is van. Izael, ő meg megtartja. Amennyi hátra van, annyit ő el lesz azzal a labdával. Izael. Így is van. Sigér. 7 másodperc. Sigér. Nem kell kapkodni. Uzuni. Bíró az óráját nézi, és lefújja. Lefújja. Visszavág a tavalyi 0-4-ért a Ferencváros és a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik körében. 2-1 arányban legyőzi a Dinamo Zágrevet. A svéd és a skót bajnok után a horvátot is elbúcsúztatja a Ferencváros. És ezzel ott van a Bajnokok Ligája közvetlen közelében.